Sziasztok! Ebben a részben a gumiragasztással fogunk foglalkozni. Itt vannak magák a gumik, tehát itt van, ezek ugye készen vannak, hát sajnos egy kicsit, amint látszik, eléggé viseletesek is, de tehát ugye ezt az egész autót használtam, vettem, tehát úgymond ezt örököltem. De hát van egy pár gumi, ami jó, és néztem én a interneten, hogy ehhez való ilyen úgymond ilyen belső, ilyen szivacsanyag, 4 darab, 18 euróba kerül. Na most én vettem annyi szivacsot, hogy kb. Ez az 1/4, és 1,5 euró. Hát egy kicsit mókolás, kókolás a dolog, mert ilyen gumiragasztóval ragasztottam föl, hát ezt nem vettem fel a videóba, ugye, hogy méretre vágtam, majd még egy kicsit igazítani kell, és akkor megmutatom, hát ezekből már valamennyit csináltam, amit ugye úgy vásároltam meg, hogy nem volt készen, tehát nem lehetett vele menni. Na nézzük, akkor sok lesz a beszéd szerintem, hogy én ezt hogy csinálom. Remélem, hogy jól látszik minden a kamerába, és jól is fog. A következő a történet, hogy ugye ez egy ilyen sima szivacs, ebből vágtam le, ez csak szemléltetésnek, ugye egy schnitzerre. Egyet már fölragasztottam, és akkor most megcsináljuk azt, hogy ugye egy tollal jelöltem be, hogy ide a következőt, ezt valahogy, tehát valahogy így fogom ezt fölragasztani. Arra ugye ebből a anyagból teszünk egy valamennyit. Nem is keveset, nem is sokat fogja is meg. Valamennyit tehát teszünk rá, és ugye, hogy ne folyjon meg, mert az előbb megfolyt. Rárakjuk, és kb. Egy 2 percet kell így tartani, és akkor utána jó is lesz. Oda is fogta tehát, és most megcsináljuk ugye a következőt, tehát a következőt ragasszuk be, teszünk rá bőven. És szintén, hogy ne folyjon le a ragasztó, odafogatjuk, és szintén fogunk vele várni egy-két percet, bőven elég, megfogja. És akkor végül azt csináltam, hogy vágtam ide méretre egyet, a schnitzernek a segítségével. Ugye megnézzük, hogy tehát ez ide fog bele illeni, és akkor ezt is beragasszuk most. Kicsit tehát eléggé mókolás ez, meg mókolásnak tűnik, de hát pénzzel viszont sokat tudunk spórolni, úgyhogy mindenféleképpen hát így döntöttem. Hát ugye ki kell fizetni a szállítást is, az olyan 5 euró, hogyha csak ezt rendeled meg, tehát akkor már ott vagy, hogy 17 vagy 18, meg 5, tehát 22-23 euró, abból meg ugye kapok 2 komplet gumit majd később. Na. Hát ez ilyen lett, az biztos, hogy nem fog lejönni, de még esetleg ugye annyit csinálunk, hogy ide egy keveset berakunk. Látszik, hogy elég hamar összefogja, hogyha szivacson van. Még esetleg ugye annyit csinálok, hogy ide meg ide bevágok
a végeredményt fogom megmutatni. Na hát kész is lennék. Itt egy olyan gondolat merült fel bennem, ugye, ahogy például itt összeragasztottam, hogy ott keményre szilárdult meg a ragasztó. Nem tudom, hogy ez a futásnak a minőségét, meg a stabilitását mennyire fogja befolyásolni. Hát szerintem jó lesz egyébként. Maximum egy kicsit ugye így beletörik, de hát ennyi pénzért ez van. Na, ragasszuk rá akkor a gumit. Na hát ez nem lesz így túl egyszerű, hogy ugye ilyen darabokban van, de a következő a történet, ugye, hogy ezt rá kell fordítani. Ugye elmutatom többit is, tehát a ember ugye ráfordítja. Nem túl egyszerű, ugye, hogy mindenhol jó rájön. Na, sikerült ráfordítani, ugye valamennyire megpróbálom, hogy mindenhol ugye egyenletes legyen. Hát az az igazság, hogy ez így nagyon nem lesz jó, szerintem maga a futás teljesítménynek, de tehát mindegy, megpróbáljuk, aztán majd csinálunk egy tesztet belőle. Na, tehát a következő a helyzet, hogy ide egy kicsit rá is zoomoljak nektek, tehát ugye itt van egy ilyen nút, és ebbe a nútba kell ezt belerakni. Hát itt sajnos ugye látszik, hogy el van szakadva a gumi, tehát ugye az is egy hiba forrás, de ja, meg itt a felni is, hol van? Tehát itt a felni is ugye ki van szakadva, de tehát ez így viszonylag jól áll. És akkor a következőt csináljuk, hogy vettem ilyen tűt, és ezt ugye ráillesszük, és így precízebben be tudom rakni ide a ragasztót. És hát azt csinál, annyit csinálunk, hogy körbe beragasszuk. És akkor ugye meg szokták így nyomni, vagy a régi gumiból szoktak rárakni ilyen feszítést, vagy ilyen nagyobb befőttes gumival, de nekem ez így is szerintem teljesen jó lesz. Úgyhogy hát most ez nem kért igazából sok kenyeret, meg nincs is jó állapotba. Ha megnézzük majd, hogy mi lesz futás közben vele. Szépen ugye én így megpróbálom odafogni, hogy egyenletesen ugye ragassza oda. És akkor körülbelül, hát mondom, egy 2 perc is jó lesz. Na, hát ez úgy néz ki, hogy meg is ragadt. Ugye ezt a tűt már majd ki kell dobni, és ugye a tetejét ugye rá lehet rakni, és ezáltal néztem, mert a többi ragasztás után sem szárad be a ragasztó, úgyhogy akkor még van majd legközelebbre valamikor a 3 tűn. Elég jól megragadt, megtapadt. Egy kicsit, ja, itt például, ahol a ragasztók vannak, ott itt ilyen kemény, nem tudom, hogy ezáltal hogy fog futni, szerintem nem lesz tökéletes, de gyakorolni, meg elnyűni ezt a gumit az első időre nekem tökéletes. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ez ennyi lett volna, úgyhogy akkor találkozunk valamikor egy következőben. Hello, ciao, sziasztok!